Fire! 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 Fire!
Nem fókuszál, nem megy a kötele. Kedves szülők, hozzátartozók, érdeklődők és néptánc kedvelők. Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Pöndői Tánc Együttesek műsorán. Külön köszöntöm Polics József urat, Komlóváros polgármesterét. A műsor címét egy csúlyogatásból vettük. Forgast, forgast mindaddig, míg a pöndői langallik. Nem csak azért választottuk ezt az idézetet, mert benne van a nevünk, hanem azért is, mert találónak éreztük. A régi falusiak is addig ropják táncaikat, amíg a szoknya széle majdnem lángra kap, ahogy táncosaink is kitartó lelkesedéssel készültek a mai műsorra, hogy kicsik és nagyok egyaránt megmutathassák, mennyit ügyesedtek, fejlődtek, mit tanultak az elmúlt évben. Az óvodás kisgyermekek a pöndői utánpótlás csoportjaiban ismerkedhetnek meg a magyar népi gyermekjátékokkal, népi hagyományokkal. Műsorunkban elsőként az óvodások mutatkoztak be Németh Csilla és Kész Ildikó vezetésével. Manapság a fiúk különböző extrém sportokban bizonyítják elszántságukat és vakmerőségüket, de az igazi legények a YouTube feltalálása előtti szerették megmutatni ügyességüket. Hajdanán az eladó sorban lévő lányoknak mutatták meg erejüket, kitartásukat és rátermettségüket. Most a nézők figyelmét igyekeznek meghódítani. Következzenek a nagypöndölyös fiúk, akik a mezőségi mezőszopor román táncaiból mutatnak be egy csokorra valót. Koreográfus Kirch Zoltán.
Iskolás gyermekek az EFAMI-ban kezdhetik meg táncos tanulmányaikat, ahol előkészítő csoportjainkban heti egy alkalommal játékos formában ismerkedhetnek meg a táncok alapjaival, énekes játékainkkal. Az apróföldő csoport tagjai a Kodály Zoltán Ének-Zenei Katolikus Általános Iskola második osztályos tanulói, akik nagy lelkesedéssel készültek bemutatkozásukra. Műsoruk címe Katica Bogárka, csoport vezetői Németh Csilla és Kír Zoltán. Malo malo desne.
Kispöldői Pipitér csoportja, az e-familia harmadik, negyedikes tanulói több fesztiválra elvitték már jó hírünket, legutóbb ősszel a Szekszárdi Tóth Ferenc gyermektánc koreográfiai versenyen szereztek ezüst minősítést. A Pipitér tehetséges táncosai elevenségükkel, mozgékonyságukkal is gyakran kitűnnek, így az sem véletlen, ha nem mindig tudnak mindenre figyelni, és eltűnik valami, most éppen Sári. Németh Csilla és Kirch Zoltán Elveszett a Sári című felcsíti koreográfiáját mutatják be.
tagjai, Mút Ádám és Lugosi Fanni a második Baranyai Szólótánc Fesztiválon Baranya kiváló gyermektáncosai lettek. Mút Ádám, Martfi a fergeteges szólótánc versenyen bejutott az országos döntőbe, és a Mohácsi 43. Schneider Lajos népdaléneklési versenyen énekesként ezüst minősítést kapott. Nagy tapsot neki! Az FAMI legidősebb tanulói, a kamarások. Büszkék lehetünk rájuk is, hiszen tavaly és idén a múlt szombaton elismerést kaptak a zsűritől a Baranya megyei gyermektánc csoportok találkozóján. Idén nyáron Olaszországba egy ifjúsági néptáncfesztiválra utaznak. A fiatal generáció a parikosság és a szerelem jegyében éli mindennapjait. Nem véletlen, hogy ez a témája Kír Zoltán és Németh Csilla pálpatoki koreográfiájának, amelynek a címe Cica fogott egeret. Fordulj kicsi szék! Fordulj kicsi szék!
Mit vár? Csókot. Kitől? Marcitól. Fordulj, kicsi szép. Ó, anyád! Na fordulj, kicsi szép. Nem fordulok. Meddig? Keddig. Mit vár? Csókot. Kitől? Borsától. Na gyere, Borsa. Fordulj, kicsi szép. Thank you.
szeretnék kérni, és megkérem a táncosokat, maradják még egy pillanatig. Elmondanám önöknek ugyanis, hogy a csoportnak több díjazott szólista is tagja. Katona Bálint és Póli Anna, Baranya kiváló ifjú táncosai. Donovan... Donovan Márton pedig Martfűn a fergeteges szólótánc versenyen az egyik legmagasabb pontszámmal bejutott az országos döntőbe. Most a nagy tapsot! Foglalkoznak néptánccal, többségük negyedik éve táncol. Lássuk, mire is jutottak. Sirítsd meg, fordítsd meg, elé-felé indítsd meg. Nos, az idei évben moldvai táncokat tanultak, ebből készült, gondolom kitalálták, Német Csilla és Kirch Zoltán koreográfiája, melynek címe Kata Álma.
a pici böndöly tagjai és az FAMI tanulói, ők már harmadik éve táncolnak. Heti két alkalommal ismerkednek a néptánc alapjaival, és elsősorban a baranyai hagyományokkal. Szárnya a madárnak, nincsen párja se a magyar lánynak. Hát ez bizony így is van. Büszkék a mi lányaink, fiaink, akik az ormáság táncait tanulták lelkesen, amelyből Német Csilla, és Kirk Zoltán készített neki koreográfiát, címe Tetszik a szomszédod? Inside.
kiemelten foglalkozik a baranyai magyar hagyományok kutatásával és ápolásával. Repertoárunkon rendszeresen szerepelnek táncok a dél-baranyai ormánságból és a szomszédos Hosszúhetényből, Magyaregényből. A lányok is szeretik megmutatni szépségüket, ügyességüket, míg manapság a Facebookra tesznek fel szelfiket, régebben karéhozva vonultak végig a főutcán, hogy megmutassák díszes viseletüket, mozgékony alkatukat, fényes hangokat. Most a színpadon igyekeznek elvarázsolni önöket. Következzen a pöndölyös kis és nagylányok hetényi karikázója, koreográfus Németh Csilla. Sárga,
kérni. Szeretnék bemutatni önöknek a második Baranyai Szólótáncfesztivál felnőtt díjazottjait is. Szalóki Petra, Ignác György Krisztián és Csóka Ádám külön díjat kaptak. Szalóki Dorinak. Szalóki Dorina, Ruzsinszky Emma, Mészáros Dávid és Justin Levente pedig elnyerték a Baranya kiváló táncosa címet. Mellett 10 éve folyik népizene oktatás Komlón. A zeneiskolában népi hegedű, a Közösségek Háza ötletház projektjének keretein belül népi vonós és cimbalom oktatás. Zenész fiataljaink május 28-án szerdán 17 órai kezdettel a színház aulájában önálló koncerten mutatkoznak be, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Mert még nincs vége a felsorolásnak. Zenészeink, énekeseink is jeles eredményekkel büszkélkedhetnek. A Pöndöly Fiúkar a megyei népdaléneklési versenyen második helyezett lett, a Mohácsi 43. Schneider Lajos népdaléneklési versenyen kiváló aranyműtő minősítést szerzett. A Mohácsi 8. országos népzenei tehetségkutató versenyen az Iringó zenekar 3. helyezett és Hegedűs Luca Anna 2. helyezett lett. Ízelítőül hallgassanak meg egy rövid összeállítást a soproni Balassa gyarmati virtuóz cimbalmos Tendulpál muzsikájából Hegedűs Luca Anna előadásában. Felkészítő tanára Kis Alfred. Kísér Haraszti Borbála és Múlt Ádám. Thank you.
A fiatal muzsikusok után említsük meg a Pöndöly zenészeit is, akik a jó hangulat mellé a muzsikát szolgáltatták. Simon Fruzsina és Oberhofer Csenger hegedű, Deáki Márton furulya és szoprán szaxofon, Kis Alfred cimbalom, Monori Árpád brácsa, Justin Levente brácsa hegedű kontra, Jankó Balázs harmonika, Deáki Dedesz Péter bőgő gardon és furulya. Az éves műsorra a Pöndöly Néptánc Együttes is évről évre új koreográfiával készül. Idén elsősorban Gömörvidékének táncaival foglalkozott az együttes. Rimaszombat felől fújdogál a szellő, hozza a híreket, és egy kicsit mi is a Felföld vidékén érezhetjük magunkat, hogy láthassuk két gömöri falu, Borzova és Szilice színeit, érezhessük ízeit, változatos táncait, vigasságait. Koreográfus Kirch Zoltán, Potpác Beáta és Németh Csilla. Utána már van, indulhat a tázba. Nem szerem mindig homlokom, mint a
sem ismered? Jó erővel írsz! Hallod a hírtől? Vele meg árnyékász! Mind a földhöz vered! Kerek egy táncot! Elvészel a tiéd! Ó! Teréklegény vagy te! Látom termetedben! Illenék is a tűzfaka az a kezedbe! Keserű a kubor, csákol a fejedre! Tudom, hogy tűzik arra blokkod a seggedbe! Egyetek, kislány! Feltirultál! Tehát azt mondjátok, hogy egyszer maradtál? Én nem mondom meg, csak még egyszer adjál! Neked is jó lesz! Ez talán majd a kecsfáj! Eljetek, hívás! Valamit tudok rád! Ahogy kaputya módjára etetett meg a mostobát! No, de te primás bőgős! Rád jön a sor! Száradj el elő! Én amit a kezemben fogom! No, de szép ifja! Kike házból most kezet adtatok, a hittek formáját eképpen mondjátok. Én is nem. Az erdőben, a mezőben. Az erdőben, a mezőben. Valamennyi magfa van. Valamennyi magfa van. Ugyanannyi tölgyfa van. Ugyanannyi tölgyfa van. A szarkában, a tarkában. A szarkában, a tarkában. Valamennyi fehér tol? Valamennyi fehér tol? Ugyanannyi fekete van. Ugyanannyi fekete van. Egy nagy kerek erdőben. Egy nagy kerek erdőben. Egy nagy nagy fa. Egy nagy nagy fa. Abban a nagyon 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 nagy fában. Szalát nem fogadjuk!
műsorunk végére értünk. Engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljam következő programjainkat. Május 28-án